Hogyan is, mikor került kapcsolatba az írással? Hát az írással szerintem, amikor rajzolgattam az első betűket első alsó tagozatban, tehát hogy akkor anyukám azt elrakott egy ilyen fogalmazást, amit így megtaláltunk mesé, de nekem ez nem volt így nagyon tudatos, én nem akartam író lenni, vagy nem ez volt a terv. Azt tudtuk, hogy mindig mondták, hogy a kilincsről is tudok órákat beszélni, és nagyon szerettem olvasni, meg hát ezek inkább a humán dolgok érdekeltek. Humán tagozatra jártam angol, és aztán a magyar szakra, tehát hogy ezek így kódolva voltak, de hogy itt a gyerekeknek is említettem, én nem tudtam, hogy mi történik egy könyvkiadóban, és előbb lett újságírás, írás, könyvek készítéséhez való kapcsolódás, mint hogy önálló kötete legyen. Hobbi írónak szoktam mondani inkább magamat. Egy-egy téma megtalál, és akkor az ilyen éjszakai meg hétvégi idősávokba belecsempészve születtek így a könyvek. Most még annyi minden más van az életben, hogy tényleg így születnek, tehát az írásnak sokkal inkább a könyvkészítés oldala vonzott mindig, mint hogy én agyaljak, és sokszor inkább másoknak találok ki jó könyvtémákat, de szerintem így kerek, és így jó. Miért a gyermekeknek szóló könyveket találta meg? A gyerekkönyvkiadónak vagyok a vezetője, és amikor anyuka lettem, akkor voltam annyira szerencsés, hogy nekem aludt a fiam éjszaka, és délután is, és az első ötlet, hogy valahogy mindig olyan könyveket láttam a tesó érkezésről, a családba egy új jövevényről, amire azt éreztem, hogy én valahogy máshogy szeretnék erről beszélni, mondjuk úgy, ahogy az anyukám beszélgetett velünk, amikor nekem születtek öcséim, és akkor született a tesó lettem, és mivel ezt nagyon-nagyon jól fogadták, és szerettem volna, hogyha megjelenik egy ilyen sorozat Magyarországon, ami elindítja a párbeszédet a szülők, nagyszülők és a gyerekek között, hogy ne instant kapjuk meg az összes mondatot, hanem induljon el egy beszélgetés. Ezért akkor utána már jött a többi rész, a jó gyerek lettem, a türelmesek lettünk, és a szupernapom lett, ez a sorozat, ami a családi beszélgetőkönyv, és akkor párhuzamosan egyszer csak kiadóba kopogtattak, hogy mi lenne, ha lenne egy olyan sorozat, ahol egy család a magyar tájakra látogat, hogy ennek a családnak a személyén keresztül megismerjük Magyarországnak a különböző értékeit, és akkor azt úgy éreztem, hogy ezt nem szívesen adnám másnak, főleg, hogy az első rész a Balatonról szól, vagy azt terveztük, hogy arról szóljon, ahol én meg felnőttem. És akkor így talált meg minket az Utazik a család sorozat, és egy akkori óvodással ez minden összeállt, hogy én valóban tesztüzemmódba járhassam be újra ezeket a helyeket, és nézhessem, hogy mennyit tud megmászni, megvizsgálni, mennyit tud befogadni egy ennyi idős gyerek. Tehát az egy nagyon jó dolog volt nekünk, mint minőségi időtöltés is, és utána ebből, ahogy könyv születhetett, és hát Szalma Editnek a képei, ahogy megtöltötték az egészet, ezt így nagyon-nagyon-nagyon szerettem. Ugyanúgy, hogy a másik sorozatnál muszáj megemlíteni Pásztori Pankát, mert hogy a Panka rajzai nélkül ez nem lenne teljes. Lehetne írni mesét szerintetek a porcicákról? Porcicák lehetnének a közös meséink fölösei? Igen, na jó, várjatok. Ha a porcicák egész nap otthon ülnek, mindegyik porcica szereti az összes porcicát, és teázgatnak egész nap, néha a kekszüket belemártják a teába, abból lenne egy izgalmas mese? Hát valószínűleg egy kicsit uncsi lenne. Na és hogyha a porcicák versenyeznének egymással? Igen! Ha az egyik porcica mondjuk le tudná győzni a porszívót? Legyen valami ellenfele, akivel... És akarunk rajtuk nevetni? Ugye a manó könyvekről beszélünk, ha jól értelmezem. Pontosan mik is ezek a manó könyvek? A manó könyvek kiadó, az a Lira csoportnak a gyerek és ifjúsági könyvkiadója, egészen az icipiciktől, a kontrasztos könyvektől végigkíséri egy gyereknek az útját,
a kamasz könyvekig, amit már menő könyvek néven emlegetünk, ez az ifjúsági imprintünk, tehát nagyon-nagyon széles a spektrum. Annak idején tanítottam középiskolásokat jó pár éven át, tehát nem kellett így elszakadnom attól a korosztálytól, és így nagyon változatos, hogy mit akarunk egy óvodásnak, és hogyan, mennyi szöveg, mennyi képpel tudunk átadni információkat, melyik mese köt le egy annyira kicsit, hogyan tudunk olvasókat nevelni, ami nagyon fontos, ugye főleg ez a hét is erről szól, hogy a könyvtári héten is szeretnénk minél több embert a könyvek közelébe csábítani, a könyvtárak ezen dolgoznak, hogy az olvasóvá nevelés az egyrészt elkezdődjön, utána mondjuk ne szakadjon meg kamaszkorban, és ne legyünk mi a vesztesei a mindenféle felgyorsult világ szüleményeinek, az informatikai dolgoknak, a videóknak a versenyében a vesztesek, hanem a könyvek ugyanúgy ott maradjanak az életünkbe. És a kiadóban nagyon sok kamasz könyvet is most már megjelentetünk, és nagyon jó látni, hogy igenis vannak, és elég széles az a kör, akik nézik, keresik, hogy klasszikusokat meg tudunk szeretetni, hogyha szép borítót, ha szép könyvtárgyat tervezünk, hogy fontos a mai fiataloknak az, hogy jó legyen kézbe fogni, vizuálisan is működjön egy borító, egy könyvtest, például, hogyha élnyomtat kerül rá, valamilyen éldekorált kiadásért meg tudnak bolondulni, és hogyha mellette ezt feltölti Instagramra, TikTokra, és ez is hozzájárul ahhoz, de elolvassák, akkor szerintem ez teljesen rendben van, hiszen ha belegondolunk, mi is hogy nézünk azokra a régi könyvekre, amik bőrbe kötve, vagy szövetbe kötve jelentek meg gyönyörű iniciálékkal, mintha ez egy kicsit elkezdene visszafordulni, de ez egy jófajta visszafordulása a régi felé szerintem. Itt a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárban a könyvtár dolgozói nagyon sok munkát fektetnek abba, hogy valóban bevonzzák a gyerekeket. Ön szerint most mennyire voltak befogadóak a fiatalok a mai programon, illetve országosan mik a tapasztalatok? Szerintem nagyon érdeklődőek voltak, és nagyon örültem, hogy nagyon aktívak. Természetesen, hogy a több osztályon akkor nem tudok mindenkit meghallgatni, hogy az ő véleményem ide, de próbálom nem előadásra, hiszen ők azért még alsósok, és ilyenkor azért ez korlátozottan működik. Nagyon látszik az, hogy kik azok a gyerekek, akikkel otthon mesélnek. Nagyon látszik, hogy melyik az a pedagógus, aki erőt fektet arra, hogy a belecsempészze a napokba a meséket. Úgy induljon a nap, hogy kapnak egy történetet, és azt szerintem mindig kifizetődő, hiszen teremtődik egy olyan légkör, amiből aztán a napi történésekre is lehet reflektálni. Tehát, hogy a országszerte ezeket a különbségeket szoktam látni, hogy valakik csak mondjuk monitoron ismernek meséket, vagy hogy sokat olvasnak nekik, és én nagyon-nagyon szeretek könyvtárakba járni, mert hogy azt látom, hogy ilyen igazi, jó értelemben ilyen tyúkanyók sokszor a könyvtárosok, az a közösség teremtő erő, az így egyre fontosabb, hogy ez egy ilyen menedék. Nagyon sok könyvtár úgy működik, hogy egy ilyen kis kuckó, ahova ő elvonulhat, itt beszélgetnek vele, tudják, hogy mit szeret, úgy ajánlanak neki könyvet, és olvas, de mondjuk a könyv egyfajta ilyen híd, hogy ez rólam szól, hiszen ő tudja, hogy én mit szeretek, és így a világok nagyon szépen találkoznak, és nagyon jó, amikor vissza tudok menni időről időre bizonyos könyvtárakban, mert hogy láttuk, hogy a kiskamaszoknak szóló klubból hogyan lesznek nagy kamaszok, és hát van olyan könyvtár, ahol mondjuk ilyen névadó tündérkeresztanyaként mindig meghívnak az Olvasni Menő Klub, az például ilyen Szegeden, nagyon jó nyári táborokba járni, mert akkor nekem is egyből van visszacsatolásom így az olvasóktól. Ugye kicsi gyerekekről beszélünk, adott a téma, de könnyű írni?
pont ez a legegyszerűbbek, a legnehezebbek, hiszen nekik még nagyon meg kell válogatni, hogy milyen szavakat, szókapcsolatokat értenek meg, hogy mi az, amitől tanult egy új szót, de nem idegenítem el, nem távolítom el, mert hogy nem érti. Pont belőni a hosszúságot, a képszövegarányt, ez kiadóként is és íróként is mindig nagy feladat, és minél távolabb van az ember ettől a korosztálytól, nagyon nagy vitáink vannak sokszor szerzőkkel is, hogy hidd el, nem tud annyit végigülni, ezt még nem érti, ez túl absztrakt. Hogy visszamenni, ez nagyon nagy tudomány, és nagyon kevesen képesek erre, hogy tényleg megmaradjanak annak a korosztálynak, és én ezért nagyon-nagyon becsülöm tényleg azokat, akik pontosan jól tudják működtetni ezt a nyelvet a 3 éveseknek, vagy az 5 éveseknek, vagy a 18 éveseknek, mert hogy ez szerintem ez egy nagy adomány. Egyrésztről, másrésztről meg nagyon nagy alázat, hogy az ember ne azt mondja, hogy én tudom jól, és nem érdekel, hogy ez működik-e, hanem hogy utána megy, kutat egy kicsit, nézi a visszajelzéseket, és szerintem, hogyha valakiben megvan a tehetség, azért igazán nagyok azok tudnak lenni, akikben ez az alázat is ott marad, meg a kíváncsiság, meg a nyitottság és a rugalmasság, hogy az kicsit idomuljunk ahhoz, ami az olvasó. Én azt gondolom, hogy ez egy kölcsönös kapcsolat, oda-vissza kell, hogy mi is tegyünk azért, hogy olvassanak, és ne csak elvárjuk, hogy hát ő egy teljesen lelkes befogadója legyen annak, amit mi oda teszünk elé. Ez tihanyi belső tónál van, ahol az űrge családok élnek, és például kirándulnak. Amikor mi kicsik voltunk, akkor mindig számháborúztunk itt a belső tónál. Itt ezek védett állatok, meg lehet nézni. Nagyon cukik ezek a kis űrgék, és ilyen kis sipoló hangot adnak, és úgy kommunikálnak. Említette, hogy nagyon fontos a látvány, a képi világ, ezt fogja meg először a gyermek olvasókat. Mennyi idő alatt alakul ki az a kép, ami alatt megszületik egy könyvborító? Ugye az írás nyilván elkészül, de maga az alkotói folyamat, az egész hogyan áll össze? Határidő az mindig jó múzsa, tehát hogy mivel mi egy nagy kiadó vagyunk, és rendesen terv szerint dolgozunk, ezért ezeket mindig együtt alakítjuk ki az alkotókkal, hogy mikorra szeretnénk a megjelenést, és onnan számolunk vissza. Induló sorozatnál, egy induló karakternél több vázlat is lehet. Valamikor elsőre megvan, valamikor ezt még mindenki gyúrja egy kicsit. Ez valamikor tényleg egy délután alatt megvan egy vázlatrajz, és utána mutatja, valamikor tovább érlelik. Ez nagyon-nagyon változó, és vannak olyan alkotók, akik eszméletlen gyorsan tudnak rajzolni, és ez múlik azon is még plusz, hogy milyen technikával dolgoznak. Ahogy itt a gyerekekkel játszottunk, hogy ők is már felismerik, és mondták, hogy valami számítógéppel készül, valaki ragaszkodik ahhoz, hogy megfessen dolgokat, rendesen festékkel. Nyilván az sokkal időigényesebb, és nehezebb javítani, módosítani. Mindegyik korosztály másfajta alkotási módot is igényel. Ugye egy iskolásoknak szóló könyvben, ahol már kevesebb illusztráció van, vagy fekete-fehér, annak is más a tempója, mint egy gyönyörű, végig illusztrált, nagy alakú képes könyvet megfesteni. Sokszor egy évig dolgozunk rajta, máskor pár hét, egy-két hónap van erre, hogy elkészüljön. Azt lehet-e tudni, hogy van-e most valami készülőben, esetleg elárulhatjuk-e a nézőknek? Mindenki kérdezi, hogy van-e készülőben, ilyenkor mindig érzem az igényt, hogy jó lenne, de a nap csak 24 óra nálam is, és egyre nehezebben bírom az éjszakázásokat. Most egyelőre a bába üzemmódban vagyok, inkább mások könyvének a megszületésénél segítkezem kiadóvezetőként. Most felnőtt könyveknél voltam jelen inkább, ez egy másik fajta hobbi, meg olyan, mint amikor az ember így próbálja fitten tartani az elméjét, hogy az a szegmens is, és még azok a felnőtt szövegek, novellák is működjenek, vagy regény. Van ötlet, akár nagyobbaknak is, vagy akár kicsiknek is, aztán majd meglátjuk, hogy jövő ilyenkor lehet, hogy már új kötet mellett találkozunk újra.